Eredményes karcagi eszkrimások egyedül újítják fel a parasztházat, LEGO kiállítás után pályázatot nyújt be a város a zárt kerti utak felújítására. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. augusztus 18-án 18 óra 5 perckor. Eszkrima harcművészeti klubhoz való csatlakozásáról, a kezdetekről, a sportban elért sikereiről, a további terveiről és arról, hogy mit adott neki ez a harcművészeti forma, Dumján Tündével és Ökrös Flórával beszélgettünk. Dumján Tündével beszélgetek, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szak Gimnázium 11. leendő 11-es tanulójával, aki az eszkrímával nagyon szép eredményeket ért el. Hogyan kerültél kapcsolatba az eszkrímával? Először talán olyan 11 éves koromban, itt a Birkafőző Fesztiválon hallottam az eszkrimáról, ugyanis nekem akkoriban kettő osztálytársam már járt erre az eszkrimára, viszont én nem ismertem, és elvittek neki ennek az eszkrimának a bemutatójára, és ott kipróbálhattam magamat, és nagyon megtetszett maga a közösség, hogy mennyire barátságosak voltak már ott az idegenekkel, meg maga az egész sport. Aztán elmehettem az első edzésre, igaz a szüleim annyira nem díjazták még akkoriban, viszont elmentem és kipróbáltam önmagamat, és egyre jobban megtetszett, ugyanis önbizalmam lett ettől, sokkal jobb lett a mozgáskoordinációm, és ezáltal felszabadultabb lettem más közösségekben is, és megtaláltam önmagamat is. Lányként, fiatal lányként, miért pont ez? Nyilván ezt azért kérdezem, mert végülis ez egy harcos sport. Mert például az utcán nagyon nagy bátorságot ad és védelmet, mert mindannyian tudjuk, hogy azért az utcán a lányokat érik bántalmazások, például megszólnak minket, vagy odajönnek hozzánk erőszakosan, és sokkal jobb így menni az utcán, hogy tudom, hogy meg tudom önmagamat védeni, és hogy nem lesz nagy baj, hogyha odajönnek hozzám, vagy bármi. Volt-e már arra alkalom, hogy használnod kellett? Szerencsére még úgy igazán nem, és remélem, hogy ez így is marad, mert azért jobb félni, mint megijedni. Az osztálytársait hogyan fogadták, főleg a fiúk, hogy te ebben a sportágban veszel részt, szerepelsz? Hát igazából szerintem úgy különösebben nem foglalkoznak vele. Nyilván tudom, hogy valamelyiküknek tetszik, vagy úgy érdeklődnek felé, de úgy különösebben nem, inkább csak így a közeli barátok mondták azt, hogy büszkék rám, és az jól esik. Milyen versenyen vettetek részt az elmúlt időszakban? Milyen eredménnyel és hogyan zajlott a felkészülés? Romániában voltunk Bukaresten az Európa-bajnokságon. Több hónapon keresztül készültünk rá. Folyamatosan nekem reggelente voltak itt edzéseim minden nap a héten. Flórának pedig délután voltak, meg persze külön-külön, vagy együtt is edzettünk, meg ő is átjött sokszor hozzám, hogy gyakoroljunk. Szóval így a legtöbb időnket belefektettük, hogy nagyon jó eredményeink legyenek, és szerencsére ez így is lett. Mesélj arról, hogy hogyan zajlott a felkészülés. Ugye említetted, hogy nagyon sokat gyakoroltatok külön-külön, illetőleg együttesen is, de mégis hogyan kell ezt elképzelni? Mindig ugye bejöttünk, először bemelegítettünk, hiszen ez nagyon fontos. Utána pedig mi zenés formát csináltunk, meghallgattuk a zenét nagyon sokszor, mondta, hogy rá kell hangolódnunk a zenére, és élveznünk azt, hogy ez látszódjon rajtunk, hogy lazának kell lennünk, és magabiztosnak. Kellett egy úgymond egy ilyen harcias nézést, egy modort felvennünk. Például a páros formán meg kellett tanulnunk összehangolva mozogni teljesen, hogy ne csúszunk el. Ez nagyon fontos volt, mert meg kellett úgy kicsit olyan lazábban mozognunk, hogy ne érződjön a feszültség és a stressz. Neked mi a későbbi terved, illetőleg van-e későbbi terved ezzel a sportággal? Hát úgy igazából van, mert szeretnék még több fokozatra levizsgázni, emellett több versenyre is eljutni, és remélhetőleg szép eredményt elérni. Karcagi Nagykun Református Általános Iskola leendő 8. osztályos tanulójával beszélgetek szintén az eszkrimáról, a versenyről, az elért szép sikerekről. Na de kezdjük az elején, te hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a sportággal? Hát nekem az apukám ajánlotta ezt, mert hát én nekem nem nagyon tetszett soha az ilyen harcművészet, de utána mondta apu, hogy ez nem csak arról szól, hanem itt önvédelem is van, és hogy ezzel meg tudnám magam védeni esetleg az utcán, ha bajba keveredek, és hát
utána azt mondtam, hogy jó, akkor kipróbálom, de először hát eléggé féltem ettől, de utána jártam rendszeresen, és minden jobb lett. De mi volt a félelmed fő oka? Hát én nem tudom, igazából soha nem volt önbizalmam, semmi ilyesmi, és tartottam attól, hogy ez se fog így sikerülni, hogy nem leszek jó benne. De ez nyilván nem így lett. Az osztályközösség, ugye te még általános iskolás vagy, most leszel végzős, hogyan fogadta? Főleg ugye a fiúk, hogy egy ilyen férfias sportágban állsz helyt. Hát egyébként meglepődtem, mert nagyon örültek neki és bíztatnak, meg mostanában ők is mondták, hogy nekik is megtetszett, és hogy szeretnék ők is kipróbálni, mert jól néz ki. Volt-e arra példa, hogy esetleg meg kellett magadat védened az utcán? Hát szerencsére még nem, viszont sokszor volt már olyan, hogy például az osztálytársaim, még amikor kisebb voltam, akkor hát csak viccből ugyan, de piszkáltak, és most már vissza tudok vágni, hogy ne, tehát igen. Nagyon szép eredményt értetek el, az előzőekben ez már elhangzott. Számodra mit adott? Hát a mozgásom nagyon sokat fejlődött ebben a felkészülésben, mert hát eddig nem volt ilyen ennyire jó mozgásom, illetve önbizalmam sokkal több lett, és hát teljesen jó volt, új volt, kipróbáltuk magunkat, és minden jól ment. Milyen hatások értek téged? Hát én nagyon izgultam, viszont érdekes, mert én amikor izgulok, akkor sokkal jobban teljesítek egyébként, de aztán felszabadultam ott a végére, és utána már tényleg nem izgultam egyáltalán. Hogyan tervezed, mit tervezel a jövőben ezzel a sporttal tekintetben? Hát én szeretném folytatni, mert tényleg ettől nagyon önbizalmas lettem, tehát kimerek állni már több ember elé, beszélni és ilyenek, és hát szeretnék még több fokozatra is vizsgázni, hogy egyre jobb legyek. Berekfürdőben kezdi új, közös életét Szűcs Judit és Kovács Zsolt. Mindkettőjüknek volt előző házassága 3-3 gyermekkel, akik elfogadták szüleik új élethelyzetét, és alig várják, hogy bereki otthonunkba jöhessenek nyaralni. Szűcs Judit a karcagi Szent Anna és Sámuel Református Középiskola tanára, igazgató helyettese, aki számára a házfelújítás, a fizikai munka, az aktív pihenés a hétköznapok szellemi munkája mellett. Hát ez az aktív pihenés teljes mértékben, és mind a mellett, hogy pihentet a fizikai munka, ugye a hétköznapok szellemi munkája mellett, mindamellett pedig jó érzéssel tölt el, hogy próbáljuk eredeti állapotába a paraszti világot visszahozni, illetve olyan anyagokat használunk, amelyek teljesen természetesek. Úgyhogy ami a kortól idegen, vagy esetleg már más korra jellemző építőanyagok, vagy egyáltalán burkolóanyagok tekintetében, azokat mellőzzük, és tényleg megtalálni az optimális megoldás már az is egy örvendetes dolog. Kovács Zsolt agrármérnök, növényvédő szakmérnök, Tiszatenyő Török-Szent Miklós környékén gazdálkodik családjával, és van egy KFT-je üzlettársal, alkalmazottakkal. Igazából mindent magunk csinálunk, és pontosan az út a lényege a történetnek, hogy nem az, hogy nem lenne rá való esetleg megcsináltatni, hanem magunk készítsük el, és a lehető legtöbb kézműves munkát elvégezzük a házba. Judit csiszol, meg égeti, mindenféle anyagokat megpróbálunk autentikusan beszerezni, és hát összerakni olyan állapotban, ami lehetőleg idézze azt a 20-as, 30-as, 40-es évek paraszti világ helyzetét, ami egyébként ez a ház is volt annak idején, még az elsők között épülve. Úgyhogy igen, megosztjuk, és rengeteg időnket eltöltjük itt, amennyit csak lehet, ahogy engedi a munka meg a feladat. A gazdálkodás mellett nehéz szakítani időt a házra, de szerencsére az üzlettársak segítenek, és az alkalmazottak önállóak, így tud jönni Berekfürdőbe dolgozni, karácsonyra talán kész lesznek. Amikor megvásárolták az ingatlant, a helyiek megkeresték őket, és az volt az első kérdés, ugye nem fogják lebontani. Megnyugtatták őket, hogy nem, azóta tényleg a berekiek szeretetét élvezik.
Amikor megvásároltuk ezt az ingatlant, és elterjedt a híre, hogy mi vagyunk az új gazdák, a helyiek megkerestek minket, és az volt az első kérdés, hogy ugye nem fogjuk lebontani. Megnyugtattuk őket, hogy nem, és azóta tényleg a szeretetüket élvezzük. Gondolom egyébként is szeretnek itt mindenkit, de valószínűleg ennek örültek, ennek a hírnek, hogy új életet kap ez a házikó. Nagyon sok mindennel ellátnak a korfű dolgokat, ajándéktárgyként idehozzák, és jókat beszélgetünk, akár egy-egy kis pálinka is előkerül, és már van, amikor hárman, négyen itt vagyunk, és beszélgetünk, úgyhogy ezek a közösséget építő beszélgetések tényleg nagyon a lelket melengető dolgok. Sok korhű dolgot kapnak ajándékként, közben jókat beszélgetnek. Juditék annak is örülnek, hogy gyermekeik elfogadták az új helyzetet. Judit kisebbik lánya szerint ez a ház illik anyjához, és ezt tartja másik lánya és fia is. Zsoltnak három fia is szeretne már Berekben nyaralni. A kisebbik lányom azt mondta, hogy anya, ez te vagy. Tehát igen, nekik ez nem újdonság, hogy ilyen lelkületű házat kerestem, és próbálom megvalósítani ezt a bakancslistás történetet. Igen, nálunk hasonló a helyzet. Erdélyországban van már egy barátommal közösen épült székelyház, amit igazából egy paraszti ház az is, ottani stílusban közösen csináltuk, tehát a fiúktól nem áll idegenként ez a fajta életvitel. Mi sokat túráztunk ott, sokat voltunk, laktunk kint, vagy voltunk kint, nem is laktunk, de sokat voltunk kint velük, ahogy most a vírus már ugye nem engedi, de előtte igen. Mind a hárman voltak, és mindegyik azt mondta, hogy apa, szeretnénk itt majd nyaralni, jönni, barátokat, csajokat, három fiú, tehát hogy igen, tehát hogy van értelme ennek csinálgatni, igen. Ha elkészülnek a felújítással, mind a hat gyermeket várják majd közös szalonna sütésre, de birka pörkölt főzés és Ferdinánd sütés is lesz a kemencében. Reményeik szerint egy év múlva olyan lesz ez a ház, amilyennek szeretnék, a régi családi bútorokkal. Egy igen különleges LEGO kiállítás van a Dériné Kulturális Központban. Felkli János és barátja hozta el magángyűjteményét Szekszárdról és Kiskunhalasról. A kiállított tárgyakat ők tervezték és építették. Mindkét kiállító gyerekkora óta szereti a Legót. Egy fórumon találkoztak, összebarátkoztak, és azóta együtt mutatják meg építményeiket az ország gyermekeinek. Hát már gyerekkorunk óta szerettük a Legót, és igazából egy fórumon találkoztunk, egy legós fórumon találkoztunk, és onnantól kezdve összebarátkoztunk, és gondoltuk, hogy megmutatjuk az építményeinket az ország gyermekeinek. A legkisebb kockától kezdve mindent ők terveztek, építettek. Mindegyikre büszkék, mert nincs két egyforma. Minden olyan van, amit máshol nem igazán látni, ugye, mert nincs két egyforma ember, két egyforma gondolkodású ember. Tehát itt a mi fantáziánkat éljük ki. Mindenkinek, mindegyikünknek megvan a kedvenc témája, amit szeret építeni, a középkortól kezdve az ősemberekig, a modern városig. Úgyhogy mindig megbeszéljük az ötleteket, hogy mit kéne még esetleg változtatni, vagy mit kéne még csinálni, és akkor megtervezzük és megépítjük. A fantáziájukat élik ki a tervezéskor. Mindegyiküknek megvan a kedvenc témája, a középkortól kezdve az ősemberekig, a modern városokig. A terveket aztán apró darabokból megépítik. Sokszor van az, hogy elkezdjük építeni az építményt, és félúton le kell bontani, mert nem úgy jön össze a dolog, ahogy mi elterveztük. Úgyhogy mondhatnám azt, hogy igen sokat kell vele foglalkozni, hogy ilyen szépek legyenek. Sokszor többször újra tervezik, építik, egy-egy jelenetüket, építményüket mire jónak találják. Nem húznak strigulákat, hogy hány kocka van egy építményben, csak megcsinálják. Mi, amikor elkezdjük építeni, mi gyakorlatilag benyúlunk a dobozba, kiszedjük a kockát és elkezdjük rakosgatni. Nem húzzuk a strigulákat, hogy most egy kocka, két kocka, három kocka, hanem nekiállunk és építjük. Nem foglalkozunk azzal, hogy hány darab kerül be, de igen, szerintünk van több százezer kocka benne. A kiállításra jó részt bedobozolva viszik munkáikat, a helyszínen csak ha javítani kell, azt végzik el. Valamilyen szinten nagy blokkokra van szétszedve, tehát otthon azért előkészülünk, mert itt azért másfél-két napunk van építeni, tehát ezt mindent nem lehetne előről megépíteni, de így is elég sok munka van, ugye hát most mondtam, hogy két napig építjük mi a kiállításokat, mire a közönség láthatja. Fontosnak tartják, hogy a gyerekek kézbe vehessék a legókat, így van egy olyan asztal, ahol ezt megtehetik.
próbáljuk úgy csinálni a kiállítást, hogy a gyerekek szeretnek hozzányúlni dolgokhoz, valamit megfogni. Próbáljuk interaktívvá tenni, hogy a gyerekek is bekapcsolódhassanak a LEGO városok, meg a LEGO építmények életébe. Igen, és középre igen tettünk egy kis játszós asztalt, hogy tudjanak játszani, de tudják vezetni a kis energiájukat. Interaktív a kiállítás, a gyerekek több dolgot is kipróbálhatnak. Vonatot, egy-két darut, amit kapcsolóról irányíthatnak, villogós autók és terepasztal is van. Rengeteg olyan dolgot csináltunk, ami működik, tehát a vonatok, akkor egy-két darú, amiket gyerekek kapcsolóról irányíthatnak, villogós autók, mindenféle van, amivel a gyerekek tudnak játszani, úgy, ami a terepasztalon van. A következő ötletek, témák megvannak, de előbb a meglévőket variálják, még látványosabbá teszik a kiállítók. Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani zárt kerti utak szórt útalappal való felújítására, fejlesztésére és gyümölcsös telepítésére, illetve annak vadkerítéssel való bekerítésére. Az Agrárminisztérium által meghirdetett ZP-1-2021 kódszámú zárt kerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastruktúrális hátterét biztosító fejlesztések támogatására pályázati felhívás jelent meg. A pályázat célja az ingatlan nyilvántartásba zárt kertként nyilvántartott ingatlanokon meglévő genetikai sokféleség megőrzése, a környezetvédelme, a külterületeken folytatott szőlő- és gyümölcstermesztés fennmaradása, valamint a vidéki tájfenntartás céljából a zárt kertként nyilvántartott ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő fejlesztésekhez, valamint a zárt kerti ingatlanokhoz kapcsolódó gazdálkodási forma fennmaradásához szükséges infrastruktúrális háttérfejlesztése. A jelen projekt keretében Karcagvárosi Önkormányzat a tulajdonát képező 2952-13055, 4552-4555 és 4556 helyrajzi számú zárt kerti utak szórt út alappal való felújítását kívánja megpályázni, bruttó 18 millió forint összegben. Továbbá 7 millió forint keretösszeg erejéig a 13.224-es helyrajzi számú területen kert vadkerítéssel való bekerítésére kerül sor. Az önkormányzat által igénylendő visszanemtérítendő támogatás összege 25 millió forint. Az igénylendő visszanemtérítendő támogatás mértéke 100%. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!